Az a munka, amit közösen végzünk, kezdtünk 7 évvel ezelőtt, az hozza most már az eredményeit. Ezt Nyíregyháza polgármestere mondta a Városi Sportgála díjátadó ünnepségén. Kovács Ferenc kiemelte, 2011-ben fogadtak el egy sportkoncepciót, ennek mentén egyre sikeresebb munka zajlik a városban. A megyeszékhely polgármestere elmondta, a város folyamatosan biztosítja és bővíti a sporthaláshoz szükséges infrastruktúrális hátteret, mind a versenysportok, mind a szabadidő, mind pedig az intézményi sportolás területén. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a sportolók kiváló eredményei a város megítélését és nívóját is magasabb szintre emelték. Mert ezek az eredmények a városunk Nyíregyháza jó hírnevét is viszik, és én tapasztalom most már 8. éve, már 9., hogy ezen a területen is Nyíregyháza brendje, jó hírneve sokat javult. Most már valóban Nyíregyházát egy sportos városnak kezelik, ismerik, egy olyan városnak, egy olyan önkormányzatnak, aki erre figyelmet fordít, és az eredményeket is tudja elérni. És hát egy olyan városnak is, ahol rengeteg sportoló van, ahol a sport már mindennapok részévé vált. Az év férfi sportolójává Fucsovics Mártont választották. A nyíregyházi teniszezőnek idén remek szezonja volt. Az Australian Open-en 1983 óta először jutott személyében magyar férfi teniszező Grand Slam tornán a legjobb 16 közé. A Genfi ATP 500-as győzelmével pedig ő lett az első magyar egyéni győztes az ATP Tour 1990-es létrehozása óta, és az első magyar Grand Prix győztes Taróczi Balázs 1982-es Silverstone-i győzelme óta. Fucsovics a világranglistán is sorra döntötte a karriercsúcsokat, jelenleg a 36. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Óriási megtiszteltetés, nagyon örülök, hogy végre Nyíregyháza város sportolója lehettem. 26 évesen azért jó érzés. Nyíregyháza mindig is nagyon közel állt a szívemhez, ugye itt nőttem fel, a szüleim mai napig itt élnek, úgyhogy mindig nagyon jó érzés hazajönni. Az év női sportolója a röplabdázó Tóth Fruzsina lett. Az év parasportolója pedig a kerekesszékes vívó Tarjányi István. Az év utánpótlás sportolójává a Blue Sharks kosárlabda csapatjátékosát Mokánszki Mátét választották, az év testnevelője díjat pedig a Vasvári Pál gimnázium testnevelője Szekér Lászlóné érdemelte ki. Munkásságának elismeréseként Hadobás István, a Kölcsey Ferenc gimnázium testnevelője és a Kölcsey Díjasek kézilabda csapat edzője vehetett át díjat. Én azt gondolom, hogy mindenki számára a legnagyobb elismerés, ha a saját hazájába elismerik. Nyilván nekem Nyíregyháza az otthonom, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nem is érhetne, mert kaptam már országos elismeréseket is, de számomra ez mindig fontosabb, ha közvetlen környezetem ismeri el a munkámat. Az év sportolója díjakon kívül számos más kategóriában is osztottak ki elismeréseket, így díjazták többek között a kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért sportolókat és edzőiket, a csapat sportágak legjobbjait, a városi diák és szabadidő sportrendezvényeken legaktívabb iskolákat és a városi sportéletet kiemelten támogató cégeket, de a jó tanuló, jó sportoló díjakat is átadták.